Tiltakozásul az iskolarendszer átalakítása ellen a parlamentben éjszakázott a DK elnöke és négy társa. Az egész parlamentben világos volt, csak ott kapcsolták le a lámpákat, ahol ők voltak. Micsoda kicsinyes gazemberség ez, kérdezte Facebook oldalán a politikus, akinek elmondása szerint legalább 1000-en keresték meg őket Kanadától Bécsig. Nem volt itthon napokig. Micsoda kicsinyes gazemberség ez, az egész parlamentben van világítás, csak nálunk kapcsolják le a villanyt, akkor ki a kommunista, Viktor, zsebdiktátor vagy, írta éjszaka Gyurcsány Ferenc. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Azt gondolja, bement Orbán Viktor, hogy na most aztán menne Gyurcsány, lekapcsolom a villanyt. Nem, ezt én nem gondolom. Hát őt zsebdiktátort orozza le. Ez az ő rendszere. Ezek az ő famulusai, ez az ő világa, sok kis Orbán ül a Fidesz világában természetesen. Ő gondolkodnak így, ezzel a mentalitással. Azt mondta, az RTL klub kereste az országgyűlés hivatalát, nem nagyon nyilatkoztak, de annyit megtudtak telefonos tájékoztató formájában, hogy hát nincs a házszabályban arra utasítás, hogy hánykor kell lekapcsolni a villanyt, de hát hogyha vége az ülésnek, akkor leszokták kapcsolni. Akkor hát, hogy tévedés áldozatai lettek. Hát nézze, ez legalább egy dolog nem valószínűsíti. Meglepő módon kedvesen kezdette viselkedni a hivatal, amikor én ezt bejelentettem az ülésen. Csodálkoztam is, hogy ezek megváltoztak, mi a bánat történhetett velük. Oda jöttek hozzánk, én voltam az utolsó hozzászóló, velem zárult le lényegében az ülésnap, és mondták, hogy oké, rendben van, azt az utasítást kapták, hogy működjenek együtt, melyik ajtót hagyják nyitva, hoznak nekünk kancsót, vizet, mi legyen a világítással, sőt még egy szakértői páholyt is nyitva hagytak nekünk. Szóval abszolút normálisan viselkedtek, többek között megbeszéltük, hogy azt a utasítást kapták, hogy legyen világítás. És ha ezt baj van, mondták, ha baj van, akkor van ügyeletes villanyszerelő, ott a telefon, azon tudnak bennünket hívni, ha baj van. Olyan hercegek voltak, hogy azt hitte, hogy másik országban vagyok. Na mondom, itt valamit én félreértek, ezek szerint mégis, ezek kultúr európai emberek, akkor eddig miért nem voltak azok? Hát aztán 80-ok egyszer csak előzetes figyelmeztetés nélkül, bam. Igen, azt láttam a különböző felvételeken. Akkor még egy idézettel szembesítem, ez már Selmeci Gabriellától származik. Azt mondja, hogy nem éjszakázni kell, meg facebookozni a parlamentben, hanem dolgozni. Uh-huh. Ez a munkánk. De hogy bementek, most épp önt látjuk, hogy éjszaka ott még valami kis pislákoló fénynél tudósít. Zseblámpánál csináljuk. Ja, zseblámpánál csináljuk. Kicsit olyan Twin Peaks-es hatása volt ennek az egész éjszakai közvetítésnek. Na, szóval azt mondja Selmeci Gabriella, hogy nem ott kell facebookozni, meg éjszakázni, hanem ott dolgozni kellene. Nézze, aki látja, hogyan működik a magyar törvényhozás, az lényegében a Fidesz szavazógépe. Minimális hatásunk sincsen. Hát azt mondtam el a hozzászólásban is, hogyha egy normális ország lenne, akkor ilyenkor benyújtanánk egy törvénymódosító javaslatot, egy határozati javaslatot, de hát mint a falra hány borsó. Mi ugyanezzel a témával, hogy bajban lesz a magyar iskola. 3 napig virrasztottunk az oktatási minisztérium előtt őrült hidegben januárban. Izgatott bárkit is őszintén szóval, nem? És törvényjavaslatot? Parancsol? És törvényjavaslatot adtak be? Ne, akkor adtunk módosítókat. Igen. Számított? Nem számított. Ezek mennek a fejük után. Egy ilyen helyzetben mit csinál egy képviselő? Hát tiltakozik egyik oldalról a kormány ellen, a másik oldalról meg kifejezi a szolidaritását. Na de hát most olvassak fel egy közleményt, hogy tiltakozom, meg szolidáris vagyok. Hát ez egy elapadlás, nyilván erősebb gesztusok kellenek, mint a szobordöntés. Ez is egy erős gesztus, amit csináltunk. Azon nyelven kell beszélni, amit hallanak, vagy értenek a választók, meg ért a média is. Értünk mi mindent, azt nem tudom, hogy az ilyen akcióknak mi a hozadéka. Tehát lesz-e valami? Nem politikai haszonra gondoltam, tehát nem arra, hogy most ezzel be lehet kerülni például az egyenes beszédben, hanem tudnak javítani egy ilyen akcióval, változtatni bármit a közoktatáson? Vagy ahol most épp nincs még tankönyv, ott biztos ott lesz majd 15-én, vagy akinek nem tetszik az erkölcsoktatás, annak majd nem lesz. Tehát, hogy értem én, hogy aki nincs kormányon, annak kicsit nehezebb megváltoztatni a törvényeket, de hogy az ilyen figyelemfelhívó akciókkal a figyelmen kívül mit lehet elérni? Amikor elmentünk Felcsútra csinálni azt a videót, utána a juhász embert
széles ívben elkerülték azok a hatóságok, amelyek addig bántották. Utána egy hónapra mégiscsak elkezdtek nyomozni Orbán újdonsült veje ellen. Azaz ne zárjuk ki azt sem, hogy ha az ellenzék a nyilvánossághoz fordul, a nyilvánosság nyomásától és következményeitől némileg félve, megrettenve, hát összekapják magukat egy kicsikét. De Olga, az egy teljesen normális dolog, hogy nekem politikusként az a dolgom, hogy a választók azok tudjanak arról, hogy én mit gondolok arról, ami történik az iskola ügyben. Ez nem politikai haszon, hát ez az én munkafeladatom. És hogyha nem tudom nekik másként elmondani, csak és időnként ilyen látványos akciókkal, akkor ezt kell csináljam. Van egy párt a parlamentben, a Demokratikus Koalíció, amely nem ért egyet azzal, hogy nem a tantestület választhatja meg az igazgatót, amely nem ért egyet azzal, hogy leszállították a iskola kötelezettséget, amely utálja a kötelező hit és erkölcs oktatást, és akkor nem folytatom a dolgot. Ezt el kell mondani valamilyen módon, ez az elmondás egyik formája. Ezen túl is ilyen látványos akciókkal szeretnének élni? Tehát ez hatásosabbnak tűnik? És tényleg, ha rajtam múlik, akkor ezek ott lesznek, de én ezt elmondtam önnek is máshol is, valamikor nyár végén, hogy az ősztől kezdve ez fog történni, mert azt látom, hogy ellenzéki képviselőként ilyen média szituációban az ilyenfajta szerepléseknek nagyobb súlyt kell adni. Állati jobb beszédeket tudok mondani a parlamentben, higgyel, belekönnyeznek a választók. De hát el sem jut hozzájuk. Akkor nehéz belekönnyezni, hogyha el sem jut hozzájuk. Amikor utoljára beszéltünk, akkor még SMS válaszokat várt az ellenzéki pártvezető társaitól, Bajnai Gordontól, Mesterházi Attilától. Na azóta már sokat haladt előre ez az ügy is. Október 23-án összellenzéki megemlékezés és politikai nagygyűlés is lesz. Az LMP ma adott választ, hallotta, hogy miket mondott Siffer András? Most kint, valami egészen elképesztő modortalansággal és a Jobbikra jellemző szóhasználattal. Azt mondta, hogy sajnálja a... hogy a kezdeményezők éppen egy nemzeti ünnepet találtak alkalmasnak az MSZP-SZDSZ szövetség újrakötésére. Mit szól ehhez? Hát nézze azt, hogyha ezt a magyar hírlapban olvasnám, akkor nem csodálkoznék rajta. Siffer András szájából hát nehezen érthető ez. Miért kell ezt csinálni? Az LMP elkötelezett, hogy fenntartsa a reményt arra, nem csak Orbán Viktornak, hanem Gyurcsány Bajnai rendszer főszereplőinek is ajtót lehet mutatni, el lehet takarítani őket a politikai színpadról. Ez a radikális jobboldal nyelvhasználata, nem egy mérsékelt párti. Lehet, hogy András rá akart ülni a gázrezsóra, és ilyen nyelvi lelemények jöttek ki belőle. Jaj, most saját magát idézi? Ez irónia volt, nem jött be, úgy látom. Azt hitt, hogy mosolyogni fog rajta, nem mosolyogott rajta, majd legközelebb jobbat mondok. Szerintem gondolkodjon még ezen egy kicsit. Lesz úgyis tisztújító kongresszusuk október 12-én, oda viszont az LMP nem, de több ellenzéki párt is elmegy, bár hát azért nem elnöki szinten, vagy az mindegy is, a gesztusa fontos. A gesztus is fontos, egy ideje egyébként ezt csináljuk az MSZP-vel, most először jön az E14, most először a liberális párt. Egyébként pedig, hogy mondjam, ha kell, akkor mindenkinek van erre akár elfogadott ürügye is. Tényleg baján választás van. Másnap Attila Gordon megy is oda pénteken, szombaton, Gordon odavalósi. Az a fontos, hogy végre működik valami normális együttműködésszerű. Mi lesz október 23-án? Ön például személyesen mire készül? Nagyon, tehát így, hogy... Beszédre, meg fog lepődni, beszédre készülök. Szeretne beszélni. Abban megegyeztek már, hogy azonos időkeretben a pártok vezetői felszólalnak a színpadon. Milyen típusú beszéd kell október 23-án? Egy megemlékező beszéd, amiben a jelen politika benne van, vagy kimondottan a kormányváltásról kell október 23-án? Ön mire készül? Hát semmi történelem óra, az biztos, semmi megemlékező beszéd. A helyszín választás nagyjából eléggé szimbólumnak és gesztusnak. Persze, ez egy Orbán ellenes tüntetés. Arról kell beszélni, hogy milyen új világot akarunk csinálni. Keveset arról, hogy mi a baj ezzel, mert ezt nagyjából szerintem tudják. Többet arról, hogy mi van Orbán után, ha reményeink szerint le tudjuk őket győzni. Hogy mi pontosan a karakter. Nem fogok elárulni kulisszatitkot. Én ilyenkor napokig
most még majdnem két hetünk van, hetekig rágódom rajta. És az utolsó reggel, 23-a reggelén előbb kellek csinálni, és ott mászkálok. Hát egy 5 perces beszédért tudok mászkálni, 2 órát lemeg fel. Pontosan boldog a karakter. Lehet a felesége. Hát más tekintetben biztosan boldog. De amikor órák is csak mászkál egy faltól falig. Még hajnalban kellek ilyenkor, és ott dől el, nincsen leírva, nincsen megtanulva. Na jó, van majd október 23-án meglátjuk és meghalljuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk.